A szezon végén a dobogóra lépni, a bajnoki nyitányon idegenben is győzni. Ezeket a terveket fogalmazta meg szezonnyitó tájékoztatóján a Miskolc Steelers amerikai futballcsapat. Az eseményen az amerikai szakvezető a jó felfogásban dolgozó csapatot, a csapat a reggeltől estig a fociban élő szakvezetőt nevezte meg az előrelépés zálogaként. A hétvégén elkezdődik a hazai amerikai futballbajnokság. Ez a cím és az érte kapott serleg mutatja a Miskolc Steelers várható kötelezettségét, azt, hogy bizony a cím kötelezzel alapján komoly szezon vár az acélosokra. A hétvégén már pályára lépő Miskolc Steelersnél megtartották a szezonkezdő sajtótájékoztatót, ahol a sportág őshazájából, az Egyesült Államokból érkező fiatal szakembert először arról kérdeztük, hogy az érkezése óta eltelt időben mi történt, hogyan érzi magát csapatánál. I love it here. It's great. Én szeretek itt lenni, nagyszerűen érzem magam Miskolcon. Ehhez hozzájárul, hogy minden rendben van például a magyar ételekkel, a közlekedéssel, komolyan mondom, mintha otthon lennék. Érkezésem után, mivel már megvoltak a játékosok, próbáltam az apró, de fontos részleteket kijavítani. Úgy érzem, sokkal szervezettebbek lettünk, intenzívebbek az edzéseink. Átvettem egy-két az amerikai megoldásokat használó módszert, többek között azt, hogy teljes felszerelésben zajlik, például a bemelegítés is. Azt láttam, tapasztaltam, hogy a fizikai alapok megvannak új csapatomnál, de ezt még tovább fejlesztettük. Az én módszereimmel, mint azt már mondtam, sokkal intenzívebbek lettek a tréningek, sokkal folyamatosabb az egész, több munkát tudunk elvégezni, többek között azért, mert szerelésben gyakorlunk. Nálam nincs sétálás az edzésen, folyamatosan futunk, de ezt már megtanulták a srácok, az eredményét pedig látják majd a szurkolók. Január közepétől heti 5 edzéssel készülünk a hétvégén esedékes nyíregyházi Tigrisek elleni szezonnyitóra. Nagyon nagy csatát várok, mert ellenfelünk erős és jó csapat, jó védőfallal. Ám miután az acélosoknál meg pont a támadó egység az erősség, mindenképpen győzelmet várok a valószínűleg szoros mérkőzésen. Edzésen nincs is idő így gondolkozni azon, hogy most mit csinálunk. Mindig mondja az edző, hogy ezt kell csinálnunk, nincs időnk arra, hogy más fele elterelődjön a gondolatunk, úgyhogy itt tényleg maximálisan az edzés időt azt ki tudjuk használni. Régebben azért ezek nem voltak annyira intenzívek. Úgy képzelje el, mint egy iskolát, hogy becsengetnek és elkezdődik az edzés. Onnantól kezdve minden más ki van zárva. Előszedjük azokat a felszereléseket, amiket használjuk, meg vannak külön posztokra, hogy kiknek mit kell csinálni, és onnantól kezdve, ha azzal végeztünk, utána az edző már ott is van, és mondja, hogy mi a következő gyakorlat, amit kell csinálnunk. Igazából az első edzés akkor volt olyan, hogy mindenki nagyon érezte, hogy fáradtabb, izomláza van, de így szépen fokozatosan ugye az edzőnk, gondolom jól fel tudta építeni, és így az játékosok már nem érezték utána, hogy izomlázuk lenne, tehát fokozatos volt a terhelés utána. Az elején kaptunk egy erős sokkot, de utána sikerült. Én úgy érzem, hogy a technika, az erőlét és ugyanakkor az összhangot is építi. Tehát így ugye mivel ez egy csapatjáték, egymásban bíznunk kell, egy ember nem tud érvényesülni a pályán. Szerintem ezt így összességében összekarolt, és így tudunk jól játszani szerintem. A szezonnyitón jó csapatjátékot megfelelő összhangot vár magától a csapattól Imbricskó Péter, aki szerint minden meccset egy döntőnek kell megélni, és ez garantálja jó teljesítményt. A fejlődésről, a sportág előrelépéséről is beszélt az egyik legrégebbi miskolci játékos. Nagyon sok játékos van még itt a régiek közül, de nagy a rotáció. Minden éven vannak újak, minden éven van, aki egy-két évet játszik, aztán abba hagyja, de hál' Istennek sokan vagyunk, 15-20-an, akik régi motorosok. Szeretnénk megnyerni a legmagasabb osztályt, a Divízió 1-et. Egyelőre ez nem tudom, milyen sikerrel fog még idén sikerülni, de mindenképp ez a végső célunk. Én a dobogóval lennék elégedett idén. Én nyerni szeretnék a Nyíregyháza ellen. Hogy mi lesz az a jövő zenéje? Ha mindent megcsinálunk, amit elterveztünk, akkor nyerni fogunk. Az új szellemiséget, új impulzust hozó új vezetőedző irányításával a hétvégén tehát már elkezdi a bajnokságot a csapat. A nyíregyházi fellépést követően pedig április 10-én futnak ki először 2011-ben hazai pályán a miskolci acélosok.